Verseci Edit mackókészítőnek vallja magát, fontos számára az egyéniség megjelenítése. Hagyományos, régi technikákkal dolgozik, a mackóikat kézzel varja, szalmával, forgáccsal tölti meg. A kezdetekről, élményeiről számolt be stábunknak. Felfedeztem a Győrben minden évben megrendezett mackó és baba kiállítást, és nem volt sok önbizalmam azzal, hogy most én benevezzek egy ilyen kiállítás és versenyre, de a kolléganőim és barátaim nagyon bíztattak, hogy próbáld meg, és ott a kiállítás és a verseny úgy történik, hogy minden évben meghirdetnek egy adott témát. Például az egyik évben az volt, hogy színház az egész világ. És akkor így eszembe jutott ugye gyerekkorból a film Lilionfi, és akkor így megalkottam Lilionfit és Mariskát, mint medvéket. Mackóival már több országos versenyen vett részt, számos díjat és elismerést kapott. Aranyérmes lett a győri baba és mackó kiállításon. A téli álomra készülő mackópárral ért el első helyezést. Pedagógusként örömmel tölti el a gyerekek szívmelengető visszajelzései. Az iskolában szoktam mesélni a mackóimról, vagy megmutatni képeket, vagy be is viszem az iskolába őket. És például most a kiállításon látható egy kis matróz, egy mackó, és a dekorációt hozzá a harmadik osztályos tanulóktól kaptam, egy gyönyörű hajó, és nagyon büszkék, hogy most az ő hajójuk az osztályteremből ide került az én egyik mackómmal. A kiállítás január közepéig tekinthető meg.